Szélsőséges időjárás van mögöttünk, de nem kedvezőek az előrejelzések sem, főként aszály és a viharos időszakok sok országban lesznek március és május között. Mire számíthatunk, kérdeztük Ézsiás Antal agrármérnököt. A több napos reggeli erős fagy a virágzó fák várható termését megritkította. Bár még nehéz észrevenni, mekkora a kár, az pár nap múlva fog kiderülni a barack esetében. Gyakorlatilag a tavasz első napait éljük, különösen szép tavaszi napnak ígérkezik, vagy látszik is, hogy süt a nap, meg minden, a szelet azt nagyon nem érezzük, de ami előtte történt, az már lehet, hogy komolyabb dolog. Tudnélik tegnap reggelre is, és ma reggelre is egészen erős fagy volt, és a virágzó fáknak a várható termését valószínűleg megritkította. Bibit lehet ellenőrizni, meg tudnám nézni, de annyira gyenge még ez a kis bibe növedék, hogy nagyon nehéz észrevenni, hogy az él vagy nem él. Minden esetre egy-két napon belül kiderül, hogy lesz-e barack és mennyi lesz az ára majd. Aki februárban veteményezett, annak már a mák gyönyörűen sorol. A hagyma, a spenót kikelt, a borsó sora is látszik már, akár a zöldségé. A mák az gyönyörűen sorol, ma meg tudjuk nézni. A hagyma itt van mellettünk, a másik oldalon annak is sora van. Aztán van itt spenót kikelve, hát a borsót még nem látom kelni, bár próbáltam reszkírozni korábbi vetést, az még nem mozog, esetleg hétvégére talán sorolni fog. A talajban lévő csapadékot a hatalmas nagy szél kiszárítja, míg korábban a csapadék akadályozta a nagy gazdasági gépes munkát. Volt korábban csapadék, az akadályozta is a munkát, főleg a nagy gazdaságokban a talajmunkát, aztán volt egy pár nap, amikor sikerült géppel is dolgozni, de ez a mostani csapadék, hát mennyiségére nem volt sok, mert 3 mm-et mértem, ami a hóval meg az utána lévő esővel együtt, ez nem sok, azt már kifújt a szél. Minden esetre talajfelszínén ez hasznosnak minősült. A március közepi hó és eső a talajfelszínek hasznos volt, de a muskátli, a leandert még ne ültessük ki, tanácsolja a szakember, aki a fagykár ellen a virágzó fák alá rakott vízzel teli hordóban is védekezik. Gyakorlatilag egy ilyen óvatosság, hiszen ezzel minden nem lehet megakadályozni. Tudnélik, ez a nagy lehűlés, ami most ide ért, ez történhetett volna. Még ennél hidegebb is, esetleg talán kevésbé hideg, és én azzal próbáltam védekezni, hogy a virágzó fa alá tettem a hordókat tele vízzel. Annak a fizikai törvényszerűségnek értelmében, hogy amikor a víz fagy, akkor valamennyi hő szabadul fel, és ezzel talán a mikroklímát a fa alatt valamelyest tudja tartani. Ennek egyetlen hátránya volt az, hogy most ez a szél az igen erős, és ez sajnos nem azt eredményezte, hogy itt a nedvesség és az a kis meleg is, ami keletkezne, az itt megmaradt volna, azt elfújta a szél sajnos. A hajnali fagyok a napközbeni 18-20 fokok is gondot okoznak. Ha azt újabb lehűlés követi, mert a talajban a magvak, amelyek azt várják, hogy kibújhassanak, elfagyhatnak. És akkor még kisebb lesz az esélye, hogy jó évet tudjunk magunk mögött. Most jelenleg éjszaka ugye mindig fagy, sőt még hónap reggel is fagyot mond, és valószínű, hogy a nagy meleg az most megválasztja azt, hogy mi marad meg és mi nem. Minden esetre a talajban lévő magvak, amelyek azt várják, hogy kibújhassanak, azoknak van esélyük még, hogy megmaradjanak. A jelenlegi helyzet a barackot, a mandulát érinti, de a megy, a cseresznye, a szilva még ezután kezd virágozni. Ott még van esély jó termésre. Itt a metszés az egyik az, ami talán még nem késett, de a permetezések azok már valószínű, hogy késni fognak, hiszen a növényvédelemnek alapvető része az, hogy a megelőző permetezéseket elvégezzük, az elemosó permetezés. Mert ez volt egy pár nap, amikor lehetett, de aki azt nem végezte el, annak most várni kell, és feltehetően akkor már egy pattanás is bekövetkezik, tehát annak a hatásossága már nem lesz olyan, mint egy korábbi időben végzett munkának. Én most úgy látom, hogy a jelenlegi helyzet a barackokat és a mandulát az, amelyeket esetleg most bánthatta, nem tudom milyen mértékben, tehát kár valószínű, hogy lesz, de még mindig vannak olyan virágügyek, amelyek még nem nyíltak ki teljesen, tehát feltehetően lesz még annyi, ami a termés, hogy talán érdemes a fát ugye miatt megtartani, bár a fát nem szoktuk kivágni, mert nem ő tehet róla szerencsétlen, hanem az idő. De a későbbiek azok még ugye nem nyílnak. Hát a meggyek, a cseresznye, a szilvák azok még ezután kezdenek majd ugye virágügyet hozni, és azoknak még van esélyük.